Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy július havi jóslás, egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást, mi vár rám július hónapra. A díjam az 4000 forint. Mielőtt kezdeném elmondani azt, hogy mit üzennek a kártyák, szeretném azt is közölni veletek, hogy mi történik, mit üzennek a csillagok. Július 1-én a nap és Merkur bolygó találkozik, együtt hatnak. A nap megvilágít bizonyos témákat, és Merkur bolygó jelenthet cselekvéseket vagy kommunikációt. Ezen a napon Neptun bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Ez visszatekintés a múltba. Neptun bolygónál lehetnek művészi területek, hiszen kihat az intuícióra és az inspirációra, de Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat. Lehet, hogy ez a visszatekintés fékezi még a dolgokat, vagy nem hiszel ezekben az álmokban, vagy elképzelésekben, de ez a mozgást jelenti gyakran a múltat is, esetleg kármikus témákat. Július 3-án teli hold lesz, megvilágít valamit, bizonyos dolgokat, majd ezen a napon készítek egy videót, hogy konkrétan miről van szó. Július 4-én Lilith energia van, ami aktiválja a vágyakat, az álmokat és elképzeléseket, mivel ez közel van a Földhöz, ez az álom megvalósulhat. Július 17-én új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt. Ezen a napon is fogok készíteni majd erre az új holdra egy videót. Július 20-án újra egy Lilith energia van, ami aktiválja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, de messze van ez az energia a Földtől, és egy ilyen napon hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk az álmainkat. Az is lehet, hogy valaki azt mondja, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Ezen a napon kell erősíteni a hitünket. Július 21-én Vénusz bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Ez jelentheti azt, hogy fékezi kicsit az eseményeket nálunk hölgyeknél, vagy kihat a szerelmi témákra, de ez jelentheti a múltat is, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból. Július 22-én Plutó bolygó és a nap szemben áll. Itt úgy gondolom, hogy nem ilyen témákról van szó, ami a hétköznapokat illeti. Itt inkább a kormányról van szó, politikai eseményekről. A nap jelenti a kormányt, Plutó bolygó a hatalmat, tehát itt van egy kis húzavona, ki uralkodik tulajdonképpen, és az a fontos, hogy legyen diplomácia, mert itt tükröződik valami, itt kell ez az egyensúly. Július 26-án Vénusz bolygó és Merkur bolygó együtt hat. Itt lesznek beszélgetések, például a szerelemről. Ezen a napon a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, ami utal a múltra, az emlékekre és az érzelmekre. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Veled szemben van a lelki társad. Itt megvan a kapcsolat. Oda néztek egymásra.
és ami összefűz benneteket, ez a gólya és a kislány. Ez jelenthet változásokat, egy új irányt, új kezdetet, vagy jelentheti természetesen a gyermekeket is, vagy egy kisbabának a születését, vagy köztetek lesz ez, mivel a ház itt van a közelben, az lehet egy ilyen családi esemény is. A fölöttetek lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezek a témák foglalkoztatnak téged. Itt megjelenik a szív, tehát a szerelem. De ez a szív mind azt jelenti, amit kedvelsz, ez lehet a hivatásod is. Itt látható a nyilvánosság, az jelentheti azt, hogy találkoztok a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged, vagy jelentheti az elismeréseket is. Itt lesz mozgás, változnak az események, és kapsz egy jó hírt. Útban van hozzád. Ami még foglalkoztat téged, ez a kereszt, ez lehet vallási téma, lehet egy spirituális terület, vagy jelenti a sors döntő eseményeket, amikor a sors utatok itt kereszteződik. Jelent változásokat is, hiszen te tervezel valamit, elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. Keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni, jelenti ez a fa. Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák. Ha valaki beteg volt így a családban, itt van a ház, utal a családra, itt vannak a változások, és a gyermek az jelenti a gyógyító erőt. Az is előfordulhat, hogy nem betegségről van szó, hanem ez a hivatásod, akkor most megvan itt a remény, a hajó jelenti a reményt is, hogy itt éld a hivatásodat, hogy legyen változás, egy új kezdet, és te szívvel, lélekkel ebben a szakmában vagy. Ami a férfit illeti, itt láthatóak a gondolatok. Ez a medve jelenti az ő élet erejét, ez fontos számára, hogy be tudja bizonyítani magát. Különösen, ami a munkát és a hivatást illeti. Ez a medve lehet a főnöke is, és itt munkahelyi dolgokról van szó. Ez a levél lehet itt egy szerződés, kihat a munkára, vagy lehet egy hír külföldről. Az is előfordulhat, hogy ő tervez veled egy utazást, és ezek a gondolatai, itt akkor majd lesz mozgás, és ez a levél lehet egy meghívás is. Ha ő eddig zárkózott volt, akkor így júliusban változik a helyzet, hiszen ez a nyitott könyv jelenti akkor az ő nyitottságát is. Sőt, megjelenik itt a kulcs, ami azt jelenti, hogy ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót, ezek lehetőségek, vagy szimbolizálja a nyitottságot is, ugyanúgy, mint ahogy a könyv. A szerelmi élet területén megvan itt a nyitottság, ami a munkáját illeti, itt egy vonalban van a kártyákkal, itt kinyílik számára egy új ajtó, a lehetőségek. Ez befolyásolja a munkáját, a hivatását és az anyagiakat is. A múltban, a téli hónapokban, amit ez a hegy szimbolizál, annak idején voltak még nehézségek a családban és az anyagiakat illetően. Amit a kártyák itt még jelenthetnek, egy ház vétele, itt vannak az anyagiak, egy olyan helyen, ahol hegyvidék van, és itt van a közelben az erdő. És itt az utak jelentik akkor ezeket a döntéseket,
itt tisztázódik majd valami ezen a területen is, és a gyűrű jelentheti a szerződéseket, itt kivilágosodik valami, és a csillagok azok hozzák a szerencsét. Ami az ismerősöket és a baráti kört illeti, jelenti ez a kutya, itt lesznek beszélgetések, és ez a koporsó jelentheti azt, hogy egy régi barátság visszatér, vagy lehet egy idősebb barát, vagy barátnő. Persze a koporsó azt is jelentheti, hogy bizonyos kapcsolatok itt lezárulnak. Ez a torony utalhat egy hivatalos dologra, vagy egy bírósági ügyre. Lehet, hogy itt vállásról van szó, jelenti ez a kasza. Itt vannak még titkok, így a hol, ez a sötétség, olyan helyzet, amit nem láttok, tehát titkokról van szó. Sőt, itt a felhő olyan, mint egy fátyol, nem lehet átlátni a dolgokon. De a kimenetel jó, hiszen itt megjelenik a szerencse. És az egerek segítenek ebben, mert úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, tehát eltávolítanak bizonyos kártyákat. Az egerek eltávolítják a felhőt, eltávolítják a korlátozásokat, eltávolítják a titkokat, és itt látható a kígyó és a hamisság. Ez a kígyó gyakran egy nőre utal, egy hamis személyre, lehet, hogy itt vállásról van szó, de a nő nagyon hamis, és az egerek azok szerencsére segítenek, tehát el tudják ezt a kapcsolatot távolítani. Az is lehet, hogy ez a kígyó, tehát ez a hölgy, a múltban megbántott téged, erre utal az ostor, és a virágcsokor egy jó kimenettel, lehet, hogy ő megbánta, és majd bocsánatot kér tőled, vagy tőle. És most megnézzük azt, hogy mi várható az egyes hetekben. Első hét, július hónapban itt látható. Itt kinyílik egy új ajtó. Ez a férfi nyitottabb lesz veled. Itt lesz egy hír beszélgetések. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, kihat a szerelemre, kihat a nyilvánosságra. Egy régi barátság visszatér, vagy bizonyos kapcsolatok lezáródnak. Második hét, július hónapban itt látható. Fontos találkozások, amikor a sors utak kereszteződnek. Keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. És ez ad életerőt számodra. Lesznek egészségügyi témák, vagy előfordulhat ez a munkád, vagy a hivatásod. Itt megvan a remény arra, hogy megkapd az elismerést. Ez a torony jelenthet olyan dolgokat, amit meg kell nagyobbítani, vagy utal hivatalos dolgokra, bírósági ügyre. Itt vannak titkok, valami még átláthatatlan, de úgy július közepétől majd kisüt a nap, tisztázódnak a dolgok, ami szerencsét hoz. Harmadik hét, július hónapban itt lesznek változások, egy új kezdet, kapcsolat, ez szerencsét hoz, a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, ő látni akar téged, azon kívül megvan itt a kisugárzás, a vonzalom. Itt ez az ostor jelenti a fájdalmakat, vagy azt is jelentheti, hogy valaki meg akar sérteni téged. Ez olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, de az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, vagy ezt a szemét. Utolsó hét, július hónapban itt látható. A hegy lehet egy hegyvidék, lehet a téli hónap, vagy a problémák, a gondok a családban, vagy az anyagiakat illetően.
De itt van egy kiút, van egy megoldás, tisztázódnak a dolgok, lesznek itt jó kapcsolatok, vagy szerződések. Itt ez a hamisság erre a nőre utal. De megvan a segítség, és itt látható a virágcsokor, hogy lesz egy jó kimenetel. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.